Kap TV. Nézd, ahogy életed értelmet nyer. Kulcs. A rejtett bölcsességhez. Ahogy megvalósítjuk életünk valódi célját, elérhetjük a tökéletességet, teljes nyugalmat, végtelen boldogságot és a képességet, hogy idő és tér felé emelkedjünk, miközben még mindig ebben a világban élünk. Kabala felfedve, Tony Kosinekkel, Herman Zsolt fordításában. Hello ismét, és Isten osztozóket a Kabala felfedve sorozatban, Tony Kosinek vagyok. Ebben a leckében mi közelebb betekintünk egy kabbalista cikkbe, valami, amit már megvizsgáltunk egy pár leckével korábban, de most részletesen beletekintünk. A cikk címe Nincsen más rajta kívül. Ez a cikk, ez egy olyan könyvből származik, amit úgy nevezünk, hogy Samáti. Samáti azt jelenti, hogy hallottam. És ezek a cikkek, a Samáti cikkek, azok leckék voltak, akiket Baal HaSulam tartott a tanítványának, és a fia Rabás Rav Baruch Shalom Halevi Aslag, aki az egyik tanítványa volt Baal HaSulamnak, Rav Yehuda Aslagnak, és ő leírta, lejegyezte azokat, amiket az apja mondott, és megtartott egy kis jegyzetkönyvben, hogy ezt hallottam, ez volt ugye a címe. Ez egy kis könyv volt, amit mindig magával tartott, volt egy pár könyve, amit állandóan magánál tartott, és ez a könyv, a Samáti jegyzetek, ezek az irány, az instrukciók, az apjának a szavai, ezeket tartotta legközelebb magához. Rav Michael Lightman, aki az én tanárom és a Bnei Baruch intézménynek a tanára, ő Rav Baruch személyes titkára tanítványa volt, gondoskodott közeli munkájáról, és állandóan vele volt, segítette őt, és utána ő lett a közvetlen utódja. És a Rabás életének a végén Rav Lightman együtt volt vele, kórházban vele volt az alatt az időszak alatt, amikor haldoklott, és az alatt az idő alatt, amikor együtt tanultak, Rabás megmutatta neki nagyon sok különböző szöveget, amit korábban nem látott, amit korábban nem látott más tanítványoktól, és amiket Rabás másokkal nem osztott meg. És Rav Lightman ismerte ezt a könyvet, a Samáti könyvet, és látta, és néha kölcsönvet, hogy tanuljon abból, meg lemásolja. Ez egy nagyon drága dolog volt számára, nagyon fontos volt számára. És amikor Rabás a halálos ágyán volt, akkor ezt a könyvet átadta Rav Lightmannek, és Dr. Michael Lightman később kiadta ezt a könyvet, és ez tartalmaz csodálatos cikkeket leírva az ember belső munkáját. Nagyon sok munka a kabbalában, az technikai munka, a tíz fira tanulmányának a tanulása, a Zohar tanulása, más technikai dolgok, az életfája könyve, az Aritól, vagy a Zohar, vagy maga a csoportmunka, amely a teremtés technika aspektusával foglalkozik, meg a belső állapotokra, amik az viszonyulnak, és ezek a cikkek viszont, a Samáti cikkek, ezek kifejezetten a tanítványnak
tanítvány segíti, hogy megtalálja magát, hogy azonosítja magát az alapotokban, és hogy összekapcsolja ezeket a belső alapotokkal a technikai munkán keresztül, és a kabbalista munkán keresztül, tehát hogy megértse a belső változásokat. És ezek nagyon magas szintről való gondolatokat tartalmaznak, a valóság nagyon magas szintjéről. Ez a cikk nincsen más rajta kívül, a legelső cikk a semantikönyvben, az magába foglalja a kabbala teljes módszertanát. Nincsen semmi, amit a személynek tennie kell, vagy figyelembe kéne vennie, amely ne lenne benne ebben a cikkben, és Rabás azt mondta Rav Lightmannek, hogy ez egy jó dolog lenne, hogyha ezt több száz alkalommal elolvasná ezt a cikket. Mi most egyszer olvassuk el, esetleg a végére érünk a lecke végén, és ahogy olvassuk ezt a cikket, még egyszer, mi ezt csak azért tesszük, hogy magunkra vonjuk a felső fényt, vagy az evolúciós erőt, és ez egy egyetlen dolog, amit tennünk kell, ahogy olvassuk ezt a cikket, hogy próbáljunk meg összekapcsolódni a gondolattal és az érzéssel, amit a szerző át akar adni, megpróbáljuk a szerző szintjét, vagy a gondolatát elérni, hogy a szerző leckén tanultuk. Nincsen más rajta kívül. Írva van, hogy nincsen más rajta kívül, azaz, hogy nincs más erő a világban azzal a képességgel, hogy bármit tegyen ezzel az egyetlen erővel szemben. És amit az ember lát, azaz, hogy mintha lennének dolgok a világban, amelyek tagadják a felső irányítást, az azért van, mivel ezt ez a felső erő akarja így. Más szóval, hogy egyetlen erő, egyetlen aktív erő létezik a valóságban, egy működő erő van a valóságban. És nincs más fennhatóság, nincs más szerző vagy irányító bármi mögött, ami a valóságban történik. De az a tény, hogy mi úgy látjuk, hogy a világ ez egy ilyen módon van építve, minthogyha lenne valami ellenálló erő vagy más erők, ez célirányosan történt, ez az evolúció által van így megszervezve, és ez a mi hasznunkra van. És ezt valahogy kezünkbe kell vegyük, ezt meg kell értsük, és ezt az érzékelésünkbe valahogy bele kell foglaljuk. És akkor ez egy korrekciónak tekintendő, hogy a bal elutasítása jobb magához húz, azaz, hogy az, amit a bal elutasít, az is korrekciónak tekintendő. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan dolgok a világban, amelyek kezdettől fogva arra irányulnak, hogy a szemét letaszítsák a helyes útról, és eltaszítsák őt a szentségtől. A teremtő rejtettsége az nem egy fizikai rejtettség, esetleg érezzük, hogy nincs ott a teremtő, vagy hiszek benne, de nem találom, hanem a bizonyíték ennek mi igazából nem mondjuk azt, hogyha mi látnánk a teremtőt, aki előttünk áll, mi már tudjuk ezt, mi tudjuk, hogy nem egy fizikai jelenségről beszélünk, vagy egy személyiségről, vagy fizikai dologról. A teremtő rejtettsége az nem csak a fizikai érzékeinktől van elrejtve, hanem ő rejtve van, ez az erő rejtve van a belső érzékelésünktől, a kapcsolatérzetünkből, a hitünkből, a közvetlen érzékelésünkből, a gondolatainkból, rejtve van tőlünk a kétségeinken keresztül. Tehát, hogy van egy belső állapotunknak, van egy bizonyos tulajdonság, hogy amikor mi megtelünk a kétségekkel, akkor egy taszítást érzünk a kétségek miatt, azaz, hogy elrejtőzik az a valami. Tehát úgy érezzük, hogy ez nem lehet, így ez lehetetlen, hogy esetleg létezik egy másik erő. Ez az érzés, ez a kétség, ez a belső rejtettség állapot, amit mi képzünk. Ez az ok, hogy esetleg lehet bármifajta Isten irányítás bármi mögött, vagy egyetlen erő, vagy számtalan erő, ez a kétség ezt eltaszítja. Ez a teremtő rejtettsége, és ez az ő módszer, hogy megtanítsa minket, és egy törvényt kapjunk tőle, hogy a kétségek ellenére megismerjük őt. Azaz, hogy léteznek olyan dolgok a világban, amely kezdettől fogva letérítik az embert a helyes útról, és eltaszítják őt a szentségtől, olvasunk megint. Ez így van építve, ez az alaptervnek a része, ez a teremtő rejtettségéhez része a tervnek, és az evolúció a vágy fele, hogy érzékelni akarjuk a teremtőt, ez emiatt erősödik. És a haszna ezeknek a tanításoknak, hogy ezeken keresztül a személy megkap egy szükséget és egy teljes vágyat arra, hogy az Isten segítse őt, mivel látja, hogy egyébként ő elveszett. Ez a szükség, ez a hatalmas szükség, ez a vágy, ez az, amit a kabbala úgy határoz meg, hogy ima.
az, amikor egy valódi vágy kialakul bennünk a kabbalisták számára, az ima az nem szavak, amiket kiejtünk a szánkkal, ez nem valami, amit a szájunkkal kiejtünk, ez nem valamiknek a mantrája, hogy ismétünk dolgokat, vagy ideák valami imakönyvből, hanem ez egy beleinkből, vagy a szívméről kitörő szükség, az, ami megtörténik az ember vágyában, amire nincs más válasz, egyszerűen nem találok más választ, hanem annyira akarom ezt a dolgot, hogy a szívemből kitör egy ilyen kiáltás, és a teremtő rejtettsége, és a jobb és a bal kéznek a munkája, úgymond, a szándékosan létrehoz bennünk egy ilyen szükséget, hogy közel érezzük magunkat a teremtőhöz, azaz, hogy a kétségek eltűnjenek, hogy képes legyünk felemelkedni a mi természetünk aspektusa felé, amely ezeket a kétségeket okozza, az önző szándékunk, az önző vágyunk, hogy e fölé emelkedhessünk, hogy közel kerüljünk ez a felső világhoz. Ez a haszna ennek a taszításnak. Ez egy korrekciónak tekintendő, ez a vágy, ez a flirt, úgymond. És akkor mi az, ami történik, ez hogyan segíti a szemét? Nos, nem csak, hogy nem halad előre a munkában, így érzi a személy, hanem úgy látja, hogy inkább visszazuhan, és egyre kevesebb ereje van, hogy megtartsa a torát és a parancsolatokat, még akkor is, hogyha ezt nem az ő nevében teszi, már mint a lisma módján. Azaz, hogy a célunk az, hogy olyan válunk, mint a teremtő, azaz, hogy egy belső hasonlóságot érjünk el, egy formázóságot a teremtő szándékával, azaz, hogy mi is adakozóvá váljunk, anélkül, hogy magunkra gondolnánk, hogy feltétel nélkül képesek legyünk szolgálni másokat, hogy teljes adakozás vágyunk, amit úgy nevezünk, hogy az ő nevében a lisma, hogy csak az ő nevében dolgozunk, vagy a magunk nevében. De a személy még el sem képes közel kerülni. Azaz, hogy ez az érzés, hogy ez az erő tanítja, és hogy fejlődik, és hogy képtelenek vagyunk ezt a munkát, még akkor sem, hogyha magunk érdekében tennénk. Tehát még a saját magunk érdekében sem vagyunk képesek már ezt tovább csinálni ezt a munkát. Ez a taszítás, ez a kétség, ez olyan teljesé válik, és ez része a folyamatnak, meg kell történni, hogy érezzük ezt a teljes leszakadást. Ugye az egyik kar, a másik kar, tehát jobb oldal, bal oldal. Amikor ez megtörténik a személlyel, akkor ez nem azért történik, mert valami hibát követett el a személy, hanem azért, mivel ez benne van a tervben, ez a rendszer így van felépítve, ezzel keresztül kell mennünk ezek a kétségeken, hogy megtisztuljunk, hogy valódi vágyunk legyen. Tehát csak amikor az akadályok felé emelkedünk teljesen tiszta módon, hogy megtartsuk a torát és a parancsolatokat. Tehát ez, ami a személy számára elő van írva, azaz, hogy nem lehetséges azáltal, hogy kétségekkel foglalkozunk, és akkor valami érzésünk, hogy közel vagyunk. Ez a két állapot, ez mindig egy rejtettséget okoz, egy feszültséget okoz, és az egyetlen módja annak, hogy a személy képes legyen valóban megtartsa a tórát és a parancsolatokat, az, hogy olyan neveljen, mint a teremtő, hogy közelebb kerüljön, hogy összel vagyjon a teremtővel ezeken keresztül, ez e fölött, a szint fölött kell, hogy legyen, az értelem fölött, tehát az egoista értelem fölött. De nincs a személynek mindig ereje, hogy értelem fölé emelkedjen, mivel másképp ő arra kényszerül, hogy letérjen Isten mentse a teremtő útjáról, és hogy még a lolismából is kiessen, azaz, hogy még a saját maga érdekében sem, és mindig úgy érzi, hogy a törött az nagyobb, mint az egész, azaz, hogy sokkal több zuhanás, törés van, mint emelkedés, és nem látja a végét ezeknek a szenvedéseknek, és mindörökké megmarad a szentségen kívül, mivel úgy látja, hogy nagyon nehéz számára, hogy megtartsa még egy morzsányit is ebből, ha csak nem, ha értelem felé képes emelkedni, de nem mindig képes értelem felé emelkedni, és akkor mi lesz ennek a vége? Ez a mértéke annak, amikor a mértékben ez a rejtettség és a szükség, amelyet ez kivált a személyben, ez egy olyan extrém kifejeződésbe kerül, hogy minél inkább a személy akarja ezt, minél inkább szeretné, minél inkább vágyok erre, minél inkább vágyok erre, minél inkább sóvárgok erre, annál inkább úgy tekintem, úgy látszik, hogy minél messze vagyok és zuhanok egyre távolabb ettől. Ez hasonló a válaszhoz, amikor egy szülő a gyermekkel úgymond játszik, amikor elkezd felnőtté válni. Mi adunk nekik valami függetlenséget, egy kicsit hátrább lépünk a gyerek életéből, és a zavarodottságnak a mélysége, ugye az ifjú felnőttnek az egy extrém helyzet, mivel elvesztette a biztonságát, és ez szándékosan történik, ugye ezt a szerető apa csinálja a gyermekével, hogy egy kicsit hátrább lép, hogy megadja neki a függetlenséget, hogy a gyerek számára ez egy extrém félelem és bizonytalanság. És mi lesz ennek a vége? Hogyan lehetséges ez? Akkor a személy eléri a döntést, hogy senki nem képes őt segíteni, kivéve Isten saját maga. És ez okozza, hogy egy szívmélyről lövő követelést tegyen a teremtőző, hogy teremtő kinyissa a szemét és a szívét, és hogy közelebb vigye őt az örökkévaló összeolvadásba az Istennel.
Ez az, ami előbb-utóbb megtörténik, egy valódi ima tör ki az ember szívébe, egy valódi szükség jelenik meg a szemében, hogy azt a teremtőt nem lehet becsapni, a receptet nem lehet becsapni, nem mondhatunk valamit, és közben másra vágyunk. Nem lehet, hogy a szánk és a szívünk köz különböző legyen. Ez a fajta ima, ami azonnal választ kap, a szív mélyről jövő ima, mivel a teremtő az egész valóság, az evolúciós erő, a fejlődés ereje, amely reagál azokra a feltételekre, amelyek lehetővé teszik, hogy a személy valóban fejlődjön. Azaz, hogy kell valami a teremtményben, egy valódi vágy a fejlődésre, a változásra, amely lehetővé teszi, hogy egy magasabb fejlődési állapot megjelenjen, és az a magasabb állapot, ez csak annak eredménye jön, hogy egy egyre nagyobb szükség jelenik meg a személyben. Tehát azt mondja, ebből az következik akkor, hogy az összes taszítások, amiket a személy átélt, az mind a teremtőtől jött, mind az egyetlen forrásról jött, mind a terv alapján, azért, hogy a személynek egy valódi vágya legyen, hogy tovább léphessen a fejlődésben. Azaz, hogy a taszítások, amiket átélt, az nem azért van, mert ő hibázott valamit, vagy ő hibás, vagy hogy nincs képesség, hogy felemelkedjen, hanem pontosan azért, mivel ezek azok számára vannak, akik valóban közel akarnak menni az Istenhez, azok kapják a taszítást. És annak érdekében, hogy ez a személy ne legyen elégedett egy kicsivel, azaz, hogy ne maradjon meg, mint egy kicsin gyerek vagy állatka tudás nélkül, a személy segítségét vett felülről, mert nem legyen képes azt mondani, Istennek hála, ő megtartja a Tórát és a parancsolatok, és neki ennyi is elég, és mi mást akarnak érni. Ez a cselekedet, a teremtő cselekedet, ez a taszítás, a flirt, amit megkap a személy, ez a kétség, amely a fülébe kerül, az a teremtő által jön, a teremtőtől jön. Kifejezetten ez, hogy a személy ne maradjon meg egy nyugalmi állapotban, hogy ne elégedjen meg a kicsinki állapotával, vagy egy részleges fejlődési állapottal, hogy oké, messze vagyok, valami hitem van, de ez elég nekem. Azaz, hogy ne funkcionáljon, mint egy gyerek tövébe a valóságban, hogy oké, van egy Isten, félek tőle, és hogyha ezt csinálom, akkor minden jó lesz, akkor nem, akkor esetleg, hogyha így viselkedem, akkor a teremtő megváltozik, és akkor megjavítja a helyzetemet. Nem, nem, ez az, hogy a gyerek, vagy egy vallásos személy próbál, vagy a szülőt akarja manipulálni, de mi az, amit a gyerek képes tenni a személy fele, amely megváltoztatná a szeretetet a szülőtől a gyerek fele. Még a természetes világban, még a fizikai világban is egy szülőnek egy szeretete a gyerek fele, azaz minden magába foglal, azt a gyerek nem tudja megváltoztatni, semmi nem változtatja, az állandó szeretet, az állandó gyerek fele. Tehát, hogy a személy ne maradjon meg ebben a nyugalmi állapotban, vagy ebben a lusta állapotban, hogy ne legyen elégedett ezzel az állapottal. Ez az erő, amely egyrészt közel húz, aztán eltaszít, ez arra szolgál, hogy fejlesz-e minket, hogy egy spirituális felnőtti állapotba kerüljünk. És csak akkor, hogyha ez a személynek már van egy valódi vágya, akkor kap segítséget felülről, amikor már a valódi vágy kialakul. Ez a feltétel. Csak akkor, amikor a személynek már egy valódi vágya van, egy szív mélyéről jövő ima, akkor természetesen segítséget kap a felülről. Ez nem az, hogy a teremtő megváltoztatta az attitűdjét a személy felé, hanem a személy változott, meg a személyben kialakult egy valódi szükség a felső segítségre, a valódi fejlődésre. Egy vágy, a vágy az edény, amely megnyitotta a helyet, ahova a teremtő érzékelése már képes belépni, és ez meg is történik. Ez egy törvény, ez így történik. Az ima válasza az teljesen csak a személy attitűdjének a változása múlik. És akkor ő állandóan azt látja, hogy mennyi hiba van a jellegi állapotában, azaz, hogy gondolatokat és nézeteket kap, amelyek az erőfeszítés ellen vannak, és annak érdekében tényleg, hogy lássa, hogy ő még mindig nem egy az Úrral. Más szóval, hogy ez a kontraszt, ez az állandó feszültség, azaz, hogy a taszítást érzi, a kétségek gondolatait, ezek nem őtőle származnak, nem a személytől magától származnak, ezeket felülről kapja, ezek mind a teremtő cselekedetei a személye, miközben a személy egyre közelebb akar kerülni, miközben spirituális felnőtté válik, miközben fejlődik, növekszik. És kifejezetten ez a rejtettség, ami... Azt át kell élni kétségként, és az erőfeszítés ellenében kell élni, teljesen mindegy, milyen széles, milyen jó, milyen erős, milyen precíz a fejlődés addig a pontig. Ezt mind alá kell, hogy ássa szándékosan, hogy a fejlődése megint megálljon, visszazuhanjon. És ez azért, hogy lássa a kontrasztot a között, hogy hol van most ebben a jellegi állapotban, és mi az, ami fölé kell emelkedni értelem felett, és hova kell eljutnia, hogy mi a következő állapot. Mivel, hogy kielégünk, azt mondja, oké,
egy vagyok az Úrral, mindent elértem, oké, nagyszerű, jól érzem magam, oké, már tudok mindent, kaptam valami hitet ezen a szinten, oké, ez nekem elég. Nem, a Teremtő az egy olyan teremtényt akar megteremteni, ami teljesen megtöltet, a teljes bőséggel, a teljes összehavadással Teremtővel, ennek végtelennek kell lennie. Tehát nekünk látnunk kell, hogy mennyire nem vagyunk még azon a szinten, ahol lennünk kéne, tehát ezért fejlődnünk kell tovább, nem állhatunk meg, ugye elértünk egy platót, de tovább kell másznunk. És amikor a mértékben felemeked, mindig úgy látja, hogy egyre messzebb van a szentségtől másokhoz képest, akik már egynek érzik magukat az Úrra. De ő állandóan panaszkodik, állandóan követel, és nem képes igazolni a Teremtő viselkedését, és hogy ő hogyan viselkedik a Teremtő fele, és ez fájdalmat okoz neki, hogy ő nem egy a Teremtővel, ameddig elkezd érezni, hogy semmi része a szentségben egyáltalán. Azaz, a személy látja a saját helyzetét, hogy a helyzete változik, ő nem elégedett azokkal, amikkel látszólag az emberek között elégedettek. Ő eljut egy olyan pontba, ahol teljes felkészülésben, egy teljes kétség, egy teljes zuhanásban, egy teljes kétségbeesésben van. Ez az egyik dolog, ami megtörténik. És ez egy felkészülés, ez a teljes kétségbeesés, ez valójában egy pozitív felkészülés. Ez a kétségbel és a céllel szemben, ez nem a kétségbe és az élettel szemben, hogy az életnek nincs értelme, hanem a cél fele, az a cél fele van megvizsgálva. A cél, amit meghatározott, hogy ez a szándék az, hogy összehavadjon a Teremtővel, és látja, hogy ez teljesen túl van a képességén, ez lehetetlen, hogy ez az ő teremtett természettel megszerzésre vágya miatt van, és az ő intelligenciája az értelme által lehetetlen ezt elérni. Az ember rájön, hogy a saját képességével lehetetlen ezt elérni. És bár ő néha fel van ébresztve felülről, amely pillanatra feléleszti őt, de hamarosan egy még mélyebb mélységbe zuhan. Azonban ez az, ami azt okoz, hogy megértse, hogy csak Isten képes segíteni és valóban közel húzni őt magához. Tehát még a felvilágosulás, még a felébresztés, amit kap, az sem képes a munkát elvégezni, ennek folytatódnia kell ennek a hullámvasútnak, ameddig egy teljes, tökéletes szükség jelenik meg, hogy a fény, a Teremtő segítse őt. A személynek valóban el kell hagyni azt az ötletet, hogy én képes vagyok valamit csinálni saját kezeimmel, értelmemmel. Nincs semmi, amit a személy tehet. Semmit nem képes tenni, tovább lépjen. Csak a növekvő belső vágy képes valamit megváltoztatni. A személynek állandóan meg kell próbálni a Teremtőhöz tapadni, azaz, hogy az összes gondolatai csak a Teremtőhöz szóljanak. És az azt mondja, hogy még akkor is, amikor a lehető legrosszabb állapotban van, aminél már nem lehet nagyobb zuhanás, akkor sem hagyhatja el a Teremtő uralmát, azaz, hogy azt gondolja, hogy létezik egy másik fennhatóság, ami megakadályozott abba, hogy belépjen a szentségbe, és aminek megvan a képessége, hogy kárt okozzon vagy segítsen. Ez a kétségnek az alapanyaga. Azaz, hogy van valami mások, van valami más erő, vagy én, vagy valami külső ok, vagy a világ, vagy a feltételek, az én környezetem megakadályoz engem. Azaz, hogy mintha lenne valami más, mint a Teremtő az egyetlen forrás, ami csinálja ezeket a cselekedeteket. Ez azaz, hogy nem szabad azt gondolni, hogy létezik egy másik erő, vagy hogy létezik a másik oldal, a Szitra Achra, amely nem engedi a szemét, hogy jó cselekedeteket végezzen, és az Isten szolgálja. Neki azt kell gondolnia, hogy minden csak a Teremtő által történik, egyetlen forrásból. A Baal Shem Tov azt mondta, hogy az, aki azt mondja, hogy létezik egy másik erő a világban, azaz, hogy kérgek vagy klipák, az egy más Istennek szolgálatában, és ez nem szükségtelen az Isten káromlásnak a gondolat, ami a bűn, hanem hogyha azt gondolja, hogy létezik egy másik fennhatóság és egy erő a Teremtőn túl, ez által ő bűnt követel, ez által káromolja az Istent. És csak amikor a személy feladja a célt, hogy arra gondoljon, hogy létezik egy másik erő, amit a személyt eltávolítja, amikor az ember meghozza a döntést, hogy nem csak egy erő van, nem csak a Teremtő áll minden mögött, ez a távolság, ez van bűnnek nevezve, amikor a személy azt mondja, hogy több erő van. Sőt, amikor azt mondja, hogy a személynek megvan a saját fennhatósága, azaz, hogy azt mondja, hogy tegnap ő maga nem akarta követni az Isten útját, ez maga ugyancsak annak tekintető, hogy az Isten káromlás bűnébe esett, azaz, hogy nem hisz abban, hogy csak Teremtő fizeti a világot.
az összes gondolat, ami a fejünkben van, az összes érzés, amit érzünk, bármi, amit teszünk, gondolunk, döntünk, az összes döntés, amit hozunk, az ezekre alapul, ameddig el nem jutunk fornozóságba a Teremtővel, ameddig el nem kezdjük érezni a spiritualitást, ezt az egyetlen erőt minden mögött. Minden egyes dolog az belénk lett helyezve, mint egy program. Ezek mind a Teremtő cselekedetei. Az embernek nincs saját fennhatóság ebben, csak a vágya, csak ez az egyre növekvő sóvárgás, az edény növekedése, kifejezetten arra szükségre, hogy a fény a Teremtő legyen. Ez a valódi ima, ez az egyetlen cselekedet, amit az ember képes. És ez az egyetlen dolog, ami szüksége arra, hogy felemelkedjünk. Ez az egyetlen lehetőségünk. Folytatjuk ezt a cikket, a legközelebbi alkalommal csatlakozzanak hozzánk akkor is. Köszönjük!